újdonsággal köszöntünk minden kedves dalnokot, és a hozzátartozó szülőket, barátokat, minden zenekedvelünk. A zenekartól, aki nem ismerné ezt a dalt, ez a nagy horgász volt, de szerintem nem kellene bemutassam, ugye ez nyilvánvaló mindenkinek. A mai betélkedő vizsgabiztosai Gergely Gábor és Borbát András tanárura, valamint Szabó Gabriela tanárnak. Szabó Gabriela tanárnak is köszönjük rá. Nem is húzzuk tovább a szót, már is belevágunk a mélyébe, és az első csapatot várjuk már is a színpadra, aki Bartók Eszter, Sidó Anett, Simon Császár Kriszta, Szabó Erika és Zsigmond Tiffany. Őket Gyergyei Barna tanárunk készítette fel. A zenekar tagjai Brunus Csicseó Bernadett, Gergely Zsolt és Barta Botond. Gyere ide előre, középre, Eszter. Ez az. Mit fogsz énekelni nekünk? A Margarik ablakát. Kitől tanultad ezt a szép dalt? Anyától? Megsúgta neked, ugye? Nem? Akkor kezdjük is. Ott van a mikrofon. Simon Császár Kriszta. Milyen úri neved van neked, Kriszta? Szeretnél császárnő lenni? Igen. És mit fogsz énekelni azért? A kis kecse fürdik. Ez egy császárnőhöz írtó dal. Hallgassuk meg. Kis kecse, fürdik, fekete tóba.
soha életemben sárga csipót nem láttam. Na, kinek ilyen a sárga csipót? Na, gyere, Erika! Ki tanította meg neked ezt a dolgot? Anyuci. És mennyit szereted ezt a dolgot? Igen. De menj el őszintén, te sárga csipót láttál? Nem. Na, akkor meséld el nekünk, hogy milyen is ez. Dalba! Cup.
kacecskének, nének néke, az a kiske, ingyom, mindjam, tálibe, totálibe, málib, virágoknak. Nének néke, az a vira, ingyom, mindjam, tálibe, totálibe, málib, jó anyámnak. Most pedig Marabás Csenge, és vedd a kezedbe a mikrofont, kérlek szépen, és áruld el nekem, hogy hova valósi vagy, mert hogy egy kislányról fogsz énekelni méghozzá, aki komáromi, hogyha jól emlékszem. Jól emlékszek ezt? Igen? Te is komáromi kislány vagy? Nem. Nem? Ide valósi vagy? Igen. Nagyon jó. Na, akkor hallja a te daludat. Csaba tanárul készítette fel. A zenekar, a kísérő zenekar részei pedig Ádám, Anna Mária és Tóldor Andrea. És akkor mondd hangosan a neved a mikrofonba. Boros Anita. Anita, honnan fogsz te énekelni? Itt azt írja, hogy a kémény tetején. Igen. Jaj. Elköltöztél a kémény tetejére? Mellényed a kockás picus nyakkendő, tehát nagyon biztos. A mikrofont légy szíves, vedd a kezedbe. És nagyon népszerű dalt fogsz énekelni, igaz? Melyik is az? Süspernak. Süspernak. Ezt most választottad ki, ugye? Igen. Mert ugye a napokban itt esett az eső, untad már bent. Na halljuk akkor. Yeah.
nincs ő, igaz? Igen. Igen. Milyen szép cicás ruhád van neked? Cicát fogsz énekelni? Nem. Ha nem? Az igrica szíméből. Az igrica szívéről? Lányok, készen vagytok? Kincső, készen vagy? Gál Kriszta, Éjés István és Pál Máté. A zenekarban pedig Bagoly Norbert, Kedves Hunor, Veres Kinga és Bolocs Hunor fognak kísérni. Mivel úri emberek vagyunk, ugye fiúk, előre engedjük Krisztát, aki el fogja venni a mikrofont a dobozból. És megmondja nekünk, mi a kedvenc étele. De mi neked étele? Az étele. A raska neve. Jó, kicsit tartozik a szálltad, mint én. Azaz, hogy hallatsz, hogy amit énekelsz. Miről fogsz énekelni? Kiskecelányom. Zenekar készen áll. Kezdjük. István, szoktál sütni? Igen. Igen? Ő pedig azt gondoltam, Anyuka nem enged közel a kájához. Mit szoktál sütni? Kicsit tart fennem a mikrofont. Így. Utoljára mit sütöttél? Pirítós kenyeret. Nem? Nem. Mit fogsz énekelni? Süssünk valamit. Igen. Jó. Mehet is? Igen. Köszönöm szépen.
látszik, hogy maradunk az étkeknél, mert hogy most egy gyümölcs fogunk hallani. Na Máté, igen, nagyon bátor vagy. Melyik gyümölcsről fogsz énekelni nekünk? Nem a gyümölcs, nem a lábbe, ez a szőlő. Aha, a szőlő nem gyümölcs. Nem gyümölcs. Szereted-e a szőlőbarosságot? Nagyon jó, körbennék. Na gyere egy kicsit, segítek neked most a mikrofonnál, jó? Thank you.
Gyerő Gerda és Gáspár István. Őket Ábri Béla tanárunk készítette fel. És fogja is kísérni. Zenekarával együtt, akik pedig... Ábri László. Rimény Kata. Kedves Humor. Kónya Timea. Veres Kriitta. És Veres Kinga. Azt hittem, nem lesz már vége. Milyen szereplők? A tavaszi. Úgy van! Kapcsoltál. Gáspár István, mit csinál ez a szilva? Kapáról. De mit csinál? Mit tettem? Leesik a fáról. Leesik, lehúz, igaz? Nagyon jó. Thank you.
Tamás, te nagyon unyanítottál az előbb. Zavar a világ? Nem zavar a világ? Kicsit a mikrofon tett közelebb a szádhoz. Miről fogsz te énekelni? Amit nem mit teszed a címe? Egy családról. Milyen család? A világ család? Világítnál ég a világ. Ugye? Szabó Sebők Áron tanár úr óvodalnokai következnek, méghozzá név szerint György Áron és Szász Huba. Várjuk őket a színpadra. Így bátor fiatal ember. Legelőjön. Igen. Nagyon jó. Ügyesek vagytok, bátrak vagytok. Jó. Őket kísérik Áda Bálint, Erdélyi Kinga és Kis Éva Kincső. És mondd el Áron, mi leszel, hogyha nagy leszel? Fiú. Fiú? Ezt én is értem, hogy mutatottak jól lennék a helyedben. És mit fogsz énekelni? Mi az a dal, amit énekelsz? Lang-lang kicsi fa. Azaz. Köszönjük szépen akkor, megkérem a zenekart, játszott be. Lang-lang kicsi fa. Thank you.
hangokonosítok van ilyen szelíden szó? A következőkben ezek a dalok csendülnek fel. Elvesztettem zsebkendőmet, este van már 8 óra, erdő, erdő, erdő. A felkészítő tanárnő Miklós Csilla, akiket pedig felkészített. Fehér Antónia, Bodor Blanka Mária, Karacsi Máté. Őket kísérik Tamás István, Beres Prita, Kónya Tímea és Kis Éva Kincső. Várjuk szeretettel őket! Gyertek, gyertek, gyorsan, gyorsan, gyorsan! Antónia kedves, ki tanította neked ezt a dalt? Óvó néni. Hol van az óvó néni? Ott a Nicinál. És te választottad, vagy ő választotta? Én. És melyik a te dalod? Lássuk csak. Elvesztettem zsebkendőmet. Mikor? Hát ha tudnád, akkor nem vesztetted volna el, ugye? Na jó. Szeretettel halljuk. Várjuk a mikrofon közelébe. Megfoghatod nyugodtan. Forró? Nem, jó. Először vagy óvodalnokon? Nem, nem először vagy? Hányadjára vagy? Második. Nagyon jó. Hát akkor te már régi motoros vagy, régi énekes vagy, igaz? De? Nagyon jó. Mit fogsz énekelni? Hallgatjuk szeretettel. Szinte igazad van. Máté. Mindjárt eljössz, mindjárt. Igen, Karacsi Máté, ugye? Szia Máté. Miről fogsz énekelni? Melyik az erdő? Melyik erdőről? Milyen kerek erdő? Egy kerek erdő énekelsz, nem? Máté. Tudod-e mit? Inkább meghallgatjuk, s kiderül. Mit szólsz? Máté. Ez lesz.
igazoltál, Máté? Ez volt, nagyon beszéltem. Van egy vendég fellépünk mai este. Megkérek szépen. Máté, mikrofont. Milyen Máté is vagy te? Pál. Na jó, gyere, forduljunk szembe a közönséggel. Így, oda, dobozd meg így. Ide, mellém. Na, mit fogsz te nekünk énekelni, mint visszatérő fellépő? Hulla szív. Honnan? Honnan hulla szív? A fáról. Hát úgy van. Na, halljuk. Hulla szív a fáról, most jövök a tanyáról. Kukoricarec. Segítsünk Máténak. Köszönjük szépen Máté! Köszönjük szépen nektek, fiatalok, még egy vastaps alatt le lehet mondani szépen lassan a színpadról. És addig várjuk továbbiakban fel a színpadra Keresztesi János tanár úr dalnokait. Esztefán Ajnát, Spülők Apót. A zenekar Bründus Csicsau Bernadett, Gergely Zsolt és Barta Botond. Miről fogsz énekelni? A mackó brummog. A te mackót fog brummogni? Igen. Igen? Szereted a medvéket? Igen. Nagyon jó. Kitől tanultad ezt a dalt? Az Ova nénitől. Nagyon-nagyon-nagyon kreatív ez a dal. Na hallgatjuk szeretettel. Váradi Henrietta és Borbói Nimrod Krisztián, Szabó Bokor Ildikó tanárnő óvodalnokai. A zenekar pedig, akik fognak kísérni, Dimény Kata, Kertész Boglárka és Kovács Flóra. Henrietta,
Te leszel az első? Elvesszük a mikrofont. Ki kísértett téged ma ide? Kivel jöttél? Anyukám, a mikrofonban légy szíves. Anyukám. Azaz. Ő tanította a dalt is neked? Ova néni. Ova néni tanította? És mit fogsz énekelni? Kitörtek el a viradóra. Nem a vigadóban? Ugye? Nem, viradóra. Tenger, ugye? Halljuk. Milyen kútba tekintesz? A mélyben. A mélyben, nagyon jó. Várjuk szeretettel ezt a dalt. Méghozzá Varga Petrát és Szabó Zalánt a színpadra. Petra és Zalán. A zenekara pedig, aki kísérni fog. Bende Anita, Bagoly Norbert. Na Petra, szeretnétek kezdeni? Igen, na gyertek előre. Szerintem ezt is. Ezt ismételnek, mert ezt még nem mondta senki. Mindenképpen a nagyoki az elsőség. Úgy van. Ezt a mikrofon. Mit fogsz énekelni, Petra? Én már tudom, tudod, ez csak ilyen csel, hogy ők is tudják, mert ők nem tudják, csak mi tudjuk ezt. Rózsa, rózsa. Rózsa, rózsa. Vasárnál is még van egy énekem. Igen? Igen.
Te most melyiket fogod énekelni? Hát először a vásárhely. Mert ugye azt próbáltuk. Igen, és utána pedig eljön a tél és álmos a maci. És te bízol benne, hogy a zenekar fogja tudni, hogy te mit énekelsz? Hát, nem elég ide. Segítek a népnek itt. Ez a beszél. Szabolcs következik. Pál Laura tanárnőnek az óvodalnokjai. Bagoly Norbert, kedves unor, Veres Ingas, Valoncs unor fogják kísérni őket. Na Balázs, Balázs, hogy igen? Igen. Azaz. Mit fogsz énekelni? Tango. És fogsz csettinteni is neki? Nem. Ó. Nem baj, akkor cserkítés nélkül hallgatunk szeretettel. Nehéz a mikrofon? Nem igen. Nem igen? Nagyon jó. Örvend. Miről fogsz énekelni, Balázs? Tudod? Nem Balázs. Vagy melyik családról fogsz énekelni? Virágéknál. Virágéknál családról. Jól van, kedves. És mi lesz Virágéknál? Sütik mána, rántott béta. Húha, nagy vacsora lesz, úgy érzem, igaz-e? Igen. Nagyon jó, hallgatunk. Bum, bum.
szuper. Most pedig nem utolsó sorban várjuk a színpadra Párházi Bíborkát és Volonc Zsekét, akiket Ábri Béla és zenekara fog kísérni. És Ábri Béla tanárul is készítette fel őket. A zenekar tagjai pedig Ábri László, Dimény Kata, Kedves Hunó, Kónya Timea, Veres Brigitta és Veres Kinga. Hát akkor Bíborkával kezdjük, jó? Te már ismered a terepet, úgy gondolom. Már láttalak párszor, igaz-e? Nagyon jó, akkor menj gyorsan, a mikrofont ragadd el, és már is zengheted az udvaromon aranyvájú, aranykút. Persze megvárod a zenekart, úgy? Zsejke, légy szíves, vedd el a mikrofont. Melyik hobiba jársz te? A Manócskába. És van ott neked egy titkos szerelmed? Nincs. Nincsen? Én is ezt válaszolnám, ha titkos lenne. Miről fogsz énekelni? Ugye, ugye?
zenekar pedig kuruc dalokat és magyar népdalokat fog előadni. Vezényel Árdeleán Dániel tanár úr. Thank you.
Most következőkben pár gondolat erejéig szeretnénk a színpadra felszólítani Simon István igazgató urat és a Nostravox Egyesület elnöknőjét, Veres Erikő tanárnőt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a magam és a Molnár Józsiás Általános Iskola munkaközössége nevében, akik ma megtiszteltek itt jelenlétünkkel. Itt állok önök előtt, hogy köszönetemet helyezzem ki. A gyerekeknek, akik ma itt felléptek az oldalról. A Molnár Józsiás Iskola zenetanulós diákjainak. Az óvónéniknek, akik felkészítették a kis tanulókat. A szülőknek, akik bátorították, biztatták gyerekeiket, és pontosan hozták a felkészítőket. Ugyanakkor köszönettel tartozok a munkatársaimnak, Ábri Bélának, Ártelianu Daniel, Fábián Csabának, Gergely Barnának, Keresztesi Jánosnak, Miklós Csillának, Pál Laurának, Szabó Bokor Ildikónak, Szabó Sebő Káronnak, akik több héten át felkészítették a mai műsorra a kis dalokainkat. Köszönet a zenekar vezetőknek, Gergely Barnának és Ártelianu Danielnek. Köszönet a zsúri tagjainak, Borbát Andrásnak, Gergely Gábornak, Szabó Gabriellának. Köszönet a műsorvezetőknek, Daninak és Szabó Gabriellának. Külön köszönet illeti kollégámat, Keresztesi János aligazgató urat, aki az egészet koordinálta. Egy nagy tapsot köszönet. Valamint Szentes Istvánnak, aki az iskolánk honlapfelelőse, valamint Réti Leventének. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, örvendhettünk, gyönyörködhettünk gyermekeinkben, jövőnkben. A Jóisten fizesse meg mindenki áldozatos munkáját, akik hozzájárultak e rendezvény sikeréhez. A rendezvény partnerei a Vigadó Művelődési Ház, valamint a Nostravox Egyesület. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és most átadom a szót Veres Enikőnek, az Egyesület elnökének. Felemelő érzés a mai rendezvény részese lenni, amelyet a Molnár Józsiás Iskola és a Nostravox Egyesület 5. alkalommal rendezett meg. Örömmel kell elmondanom, hogy ez az esemény évről évre színvonalasabb. Egyre több gyermek vesz részt, nem csak Kézdivásárhely bajnok dalnokai, hanem Felsőháromszék és Orbai-szék több településének is énekesei is. A Nostravox Egyesület hivatásának tekinti, hogy a rendezvény által hozzájáruljon anyanyelvünk hagyományaink tápolásához, azáltal, hogy éneklésre buzdítsa a gyermekeket, ami fontos, hiszen John Cage szerint a világon olyan templommá vált, amelyben az emberek már nem tudnak énekelni, csak ordítani. Ezen a rendezvény a mai este csengő hangjait hallgatva a nagy mesélő Hans Christian Andersen gondolata jutott eszembe, ahol a szó bágyadt, ott a dallam diadalmaskodik. A Nostravox Egyesület nevében köszönöm, hogy részese lehettem ezen eseménynek. Szívből gratulálok óvodalnoknak, szülőnek, nagyszülőnek, óvodapedagógusnak és minden kedves kollégámnak, és nem utolsó sorban a Molnár Józsiás Iskola zenész diákjainak. További szép estét kívánok! Köszönjük szépen ezeket a felemelő szavakat! Most pedig hát akkor gondolom, hogy most már nagyon-nagyon várjátok a díjkiosztót, igaz, de fiatalok? Igen, nagyon jó. Hát akkor a színpadra kérném szépen a zsűri elnökét, Gergely Gábor tanár urat. Na hát, most azt szokott következni, hogy a zsűri nagyon sokat gondolkodott, és meghozta a döntést, de voltunk izzadt Andrással. Mai estén, vagyis délután elég színvonalas produkciókat láttunk, nagyon tetszett mindenik, tehát a rangsort azt fel kell állítani, úgyhogy felállítottuk.
de nem úgy, ahogy szokott lenni, hogy első, második, harmadik díj. Valaki szeretne első lenni? Na csak egy? Hát akkor ő lett az első, többi második. Még valaki első szeretne lenni? Na, kezdnek el engedni. Tehát mindenki első lett a mai estén. És akkor megkérnénk szépen, hogy szerre, hogy szólítunk a neveteket, nyerték fel és vegyétek át az emlékkapukat, valamint a díjakat. Elsőként, ahogy felléptetek abban a sorrendben, szólítlak benneteket, Bartók Esztert, aki a megkifejező előadó volt a mai este. Simon Császár Krisztát kérik a színpadra, ő a legmeghatóbb előadás módítva. Szabó Erika, aki a mosolygós előadásét kap. Zsigmond Tiffany következik, ő az elmesélő előadás pódiót kapott el. Antarka Júlia következik, a legmélyebb hangú kislánya. Sanita, a tiszta előadás modell. Következő oldalon is készül van. Gotthard Norbert, a legnépszerűbb gyerektalé. Gyere, Norbert, gyere! Ez az. György Kincső, a bátor előadási. És István is készülődik, aki a tiszta éneklését kapott el. A Huncut előadót kérjük a színpadra, aki Pál Máté volt. Thank you.
Adelnak a legeredetibb szövegét. Kelemen Henriettának a legkomolyabb előadása. Gyerő Gerdának a népi ének hangjét. És nem utolsó sorban Porkoláb Tamás Jánosnak a legvidámabb előadásait. Szeretne harmadik díjas lenni, van-e jelentkező? Akkor tégetett fejünk a színpadra. Tapsot kérünk neki. Hát van egy őszinte gyerek is, aki azt mondja, hogy harmadik szeretne lenni. Második szeretne valaki? Hát a három nagyobb, mint a kettő vagy az egy. Igen. Második, de gyere te is a színpadra. Zalán, te második szeretnél lenni? Nem baj, hát ő második szeretne lenni. Te nagyon alázatos. Még valaki a második? Teljesen, gyere, teljesen. Első díjas szeretne jól lenni. Ennyi, gyertek, ott gyertek. Kérjük az első díjasokat és a színpadra. Ne gondoltam magát, jó. Többi? Többiek dicséretesek. Ez most már mind első díjasok ezek, vagy? Ennél jobb kétszer első díj, vagy hogy lehet ezt nevezni még? Ügyesek vagytok, gyertek mind fel a színpadra, még van nagy valaki oda lehet. Aki most mi maradt-e valaki, aki énekelt és nem jött el a színpadra? Hát Máté, Karacsi Máté. De elárulom nektek, hogy ezt azért csináltam, hogy egyszerre ne tolakadjatok fel a színpadra, viszont hamarabb is fejjeltek, hogy szólítunk. Na de most elmondjuk, hogy ki miért kapok levelet, jó? Először is György Áron részére adjuk át az oklevelet, a legfuncudabb előadásnak díj. Három. És menj vissza szépen a helyedre, ne menj le a színpadról. 120 részére. Mutasd meg mindenkinek a legfuncudabb előadásnak díj. 120. Aki megkapta az oklevelet és az érmet, az menjen vissza a helyére. A színpadon a helyére, nem a színpadon. Itt maradunk bent a színpadon, mindenki. Fejér Antónia részére a legbuzgóbb előadásért. Bodó Blanka Máriának a legügyesebb előadásért. Karacsi Máténak
a legaranyosabb előadásért. Estefán Ajnának, aki a legmackósabb dalét kapja az operát. Fülöp Apornak és a legfiúsabb ének hangjáért. Váradi Henriettának, a legtartásosabb kislánynak. Borboly Nimród Krisztiánnak, a legbátrabb kisfiúnak. Varga Petrának a legszerelmesebb dalért. Szabó Zalánnak a legszórakoztatóbb előadónak. Jakab Balázs részére a legkomolyabb előadásért. Orbán Szabolcsnak a bátor előadónak. Pálházi Vigorkának a népies előadásért. És nem utolsó sorban Holon Zsejkinek az őszinte Székelyreán énekmányára. Gratulálunk mindannyiatoknak! Emeljétek fel az okleveleiteket, magas Balázsra mindenkinek, hogy megtapsot nekünk. Köszönjük szépen, lesétálhatok a színpadról. Köszönjük szépen még egyszer a szülőknek is, és nektek is a kitartó munkát. Most pedig záró motivumként ismét a zenekart hallgathatjuk, illetve megkérünk mindenkit, aki ismeri, az kapcsolódjon bele. És ezúttal kívánunk mindenkinek nagyon szép délutánt, és várunk mindenkit vissza a jövőre. Thank you.